Félek, önben maradandó károsodást okozott e nyári meleg. Ezt írta Tiffán Zsolt, fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalára, miután a Siklós nagyfalui polgármester közölte, megengedni, hogy menekülttábor legyen a falujában. A határmenti ormánsági községben ugyanis nincs csatorna, nincsenek rendes utak, se orvos, de még bolt se. A településnek gyakorlatilag nincs adóbevétele. A menekülttábor építésétől viszont fejlesztést várt a polgármester. Az ötletre a terület országgyűlési képviselője Tiffán Zsolt hosszú kommentárban reagált, ebben például olyanokat írt a polgármesternek, idézem, ne nyilatkozzon olyan eszement baromságokat, mint amiket az elmúlt napokban. Vagy például felvettem a kapcsolatot orvosbarátaimmal, kik készséggel állnak az önrendelkezésére, türelemmel fogják önt kezelni. Siklós nagyfalu polgármestere felháborodott Tiffán mondataim. Akkor nem volt beteg ez a falu polgármester, amikor az országgyűlésén 100%-ot hoztunk neki. Akkor nem voltunk betegek. Most betegek. Kosztics József közölte, ő a falu és a menekültek érdekeit tartotta szem előtt, amikor felvetette a tábor ötletét. Néhányan most már azt gondolják, hogy én beteg vagyok, meg mindenféle problémáim vannak. Hát üzenem nekik, hogy nem vagyok beteg, és nincsen semmi bajom. Csak azért, mert egy egyszerű jószándékú cigányemberként megértem azt, hogy ők, azok a szegény gyerekek az utcán fektrengenek, és az utcán vannak, és szerettem volna azt, hogy egy nyugodt körülmények között lehessenek egy pár hónapig, pár hétig. Tábor azonban szinte biztos, hogy nem lesz a faluban. A polgármester úgy tudja, a kormány továbbra is Martonfára tervezi a létesítményt, az ő ötletére nem reagáltak. Kerestük Tiffán Zsoltot, szerettük volna tudni, hogy miért nem támogatja a menekült tábor ötletét a faluban, illetve miért nevezte betegembernek a polgármestert. A fideszes képviselőt azonban adásunkig sem telefonon, sem írásban nem sikerült elérnünk. Bíró László, RTL Irató, Siklós Nagyfalu.